Sándor Zoltán bár még csak 16 éves lesz, már tapasztalt versmondó. Általános iskolás kora óta vesz részt versenyeken. Kedvenc költői Petőfi Sándor és József Attila. Gyermekkori tanára szólt neki arról, hogy elindul a 3. fehérvári versünnep. Nem is tétovázott, jelentkezett a versenyre. Igazából azért jelentkeztem, mert szeretek verseket mondani, és hát most is akartam verseket mondani, és mert megtudtam, hogy lesz ilyen verseny, mert általánosból a tanárnő szólt, általános iskolában, ahol jártam. A belvárosi első István középiskola Jáki József tagintézményéből már az első versünnepre is sokan jelentkeztek. Az itt tanító pedagógusok szerint azért népszerű a verseny, mert a többivel ellentétben itt a megmérettetés szervezői a szárnyaik alá veszik a versenyzőket. Egyébként úgy vélik, a mai diákok akkor foglalkoznak a költészettel, ha kötelező, vagy ha épp felkelti az érdeklődésüket egy adott költő műve, élete. Akkor, hogyha érzelmileg hat rájuk, foglalkoznak vele, és ez egy olyan kezdeményezés, ami tudhatni rájuk. Hát maguktól a mi tanítványaink ritkán állnak neki könyvet olvasni, vagy verset a kezükbe venni, de hogyha kellően motiváltak, akkor rendkívül érdekli őket, és akkor van véleményük róla. Úgyhogy ezt ezért tartom megint csak nagyon jó kezdeményezésnek. Aki eddig még nem tette, de kedvet érez hozzá, február 20-áig jelentkezhet a 3. fehérvári versünnepre, ahol ezúttal már prózai szövegekkel is színpadra léphetnek a középiskolások.